Az előadás két fiatal lányt mutat be, Kittit és Sunnyt, ahogyan a vonaton utaznak a szebb jövő felé, Hollandiába pultosnak. Legalábbis ezt ígérte barátnőinek Kitty, aki egy éve prostituáltként dolgozik. Sunny hisz neki, elege van az intézetből, ahol él. Az úton mesét mesélnek, kedvencüket, ami nem más, mint Kitty, a mesebeli Marlenka eddigi élete. Ezt egy hosszú kutató munka előzte meg, ahol nagyon sok olyan emberrel beszélgettünk, aki erről nagyon sokat tud, és ő segített minket, hogy ezt az egyébként sajnos tipikus történetet színpadra tegyük. Az előadás egyik fő eleme, amikor a színészek a közönséggel együtt próbálnak magyarázatot találni a sok-sok miértre. A darab elsősorban a veszélyeztetett, szegény sorsú tizenéveseknek készült. A gyermekotthonban élők erre azonnal ráéreznek. Az is érdekes, hogy egy otthonbeli gyerek az rögtön leveszi, hogy a Kitty meg a Marlenka az ugyanaz. Tehát, hogy ez az ő története. És itt pedig ilyen még nem is volt különben, ez nagyon érdekes volt, hogy bennünk felmerült, hogy ez csak egy mese, és hogy a Kittynek ehhez nem feltétlenül van köze. Vagy éreztek, hogy valahogy, de hogy, azt nem. Egy otthonos gyerek ez pontosan tudja, hogy ez az ő életéről szóló mese. Mindezek az események körülöttünk történnek, sokszor csak karnyújtásnyira. Hiába gondoljuk mi, többség, hogy olyan jól gondolkodunk erről, meg sokat tudunk, amikor ott ül velünk szemben egy ilyen lány, és meséli, hogy mennyire adnak el egy szűzlányt, hát így ekkor erő, hogy tényleg. Az előadást a Magyar Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma támogatta.